Jelen pillanatig, kérem szépen, én el vagyok úgy könyvelve, hogy annak étel nem kell, csak tejával él. No. Ezt a tejákat, ezeket használtuk. E volt a házi patika. Mindegyikből volt szedve, eltettük, s aztán mikor hakőgés volt az ellens, ha vese, vántalom vagy az epe, akkor abból főztünk teját, és ez így. Gyógyszert nem nagyon veszünk, mert mi aztán főzzük ezt vissza a búján, mit csináljuk, amit hol kapunk. A népgyógyászat az mindig a fitoterápiának, tehát a növények készített gyógyszerek alapját képezi, és maga a gyógyászat is, a növényi hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek mindig a népgyógyászatból indulnak ki. Tehát előbb-utóbb a hasznos növények, gyógynövények, amiket a népgyógyászat használ, az bekerül a hivatalos gyógyászatba. Nagyon sok olyan gyógynövény van a népgyógyászatban, aminek beigazolódott a hatása. Marosvásárhelyen működött a koprofesszor és Rácz Gábor professzor, a felesége irányítása alatt egy kollektíva, egy munkaegyüttes, amely direkt a népgyógyászatban használt gyógynövényeknek a hatását ellenőrizte, hogy megfelele. Így például az apróbojtorján, az agrimonia eupatóriának kimutatták kísérletesen, hogy a TBC bacillusra hat gátlólag, tehát beigazolódott a népgyógyászati felhasználása, hogy hasmenésre használják szintén. Vagy ott van például a csengettyűfű, vagy hiperikum perforátum, annak igazolták kísérletesen, hogy gyomorfekére kiválóan hatása van, gyógyító hatása van. Vagy például a lósóska a kórokozó bélbaktériumokra kiválóan hat, és valóban a hasmenést előidéző baktériumok hatását teljesen gátolja. Bozzateát főztek, mindig, ha meg voltunk hűlve. Azt mondta édesanyám, hogy az, volt itt egy öreg orvos régebb, rég-rég, és az is, ha oda mentek, meg volt valaki hűlve, mindig azt mondta, bozzateát a gyermeknek, bozzateát a gyermeknek. Akkor van sokféle, ugye van a kisvirágú fűzika, az a kicsi rózsaszín, a pallagontárom, az árjusi, a vízhólyag, proszpata ilyenüknek, akkor van az a galagonya virág, az jó a szívnek. A virágja és a bogyója is. De az már nem jó a vásének. A rózsabogyó pedig erősen jó a vásének, de az már nem jó a szívnek. Mert? Nem jó a szívnek a rózsabogyó. Mert nem működik rendesen a szív, ha sok rózsabogyó. Akkor szoktam szedni akácvirágot, azt ott szedjük, ma májnak akármilyen betegsége van, az akácvirág erősen jó. Akkor van az a fekete nodály, az aztán a csontbetegségnek átgerinc, vagy derék, vagy akármi, vagy a csontjai fájnak erősen jó a fekete nodály. Kanőcs, vagy pó. Azt kikészedni a gyukarat szépen megmosni, belétenni egy burkánba, és tőteni rá a pálinka, pálinkát, mondjuk ilyen házi pálinkát, még jó, és avval aztán borogatni is, mosni is. Aztán a bulát csinálni ilyen pépetes úgy, hogy meg ki szárasztani, megőrülni, kicsi ilyen főzőolajat belé, és úgy ahol ezt csinálni, és aztán úgy vászonra tenni, és úgy akkor fájodok. A fekete nodályt azt mondta ángyom, hogy ültessünk. Most a kertben be van folyva, annyi van, hogy az egész megyének elég volna, olyanok ne. És azt mondta, hogy nem szabad megmosni a feketéjét, csak amikor megszárad, azt le kell takarítani róla a fődet. Mert azt mondta, a fekete, ami a külső része, abban van a gyógyszer. Az azt mondta, hogy nem szabad levakarni, mert akkor megsemlegesedik a fekete nadály. És a fekete nadálynak, a fekete nadálynak a gyökere, az a gyökere, azt a fekete gyökeret kivesztük, azt nem kell megkámozni, csak megkefíred, megmosod, és mikor megreszeled, vagy megvagdosod, akkor ilyen ragacsos,
ragad, hófehér a belső, de egy pillanatra már megsötétül, és a kalcot is hasonló módon, mint a körömvirág kenőcsöt, vagy a Jézus vériből, tehát az Orbán fűből is kenőcsöt csináltak. A kenőcsöket a körömvirágból szoktunk készíteni, meg a fekete nadájból, amit ugyan esztet is pálinkába is lehet, meg gyógyszeszt is lehet ráönteni. Megszedjük a gyökeret, megtisztítjuk, felvágjuk ilyen karikákra, és akkora, mekkora üvegbe tesszük, annyi, hogy a növényt lepje el a pálinka, addig kell tölteni, és azt is egy ilyen jó hetet konyhai hőmérséklet alatt lezárt üvegbe érleljük, és akkor azután lehet használni. Egy picit ilyen nyálkás a maga, mikor besúroljuk, és ilyen sötét lesz a bőrünk tőle, a fekete nadájtól, de attól nem kell irtózni, de az is olyan hihetetlenül elállítsa a fájdalmat. Például ilyen fiatal gyerekeknél, akik ilyen növő, be vannak ugye serdülők, és szokták fájtatni a lábukat, és mondják, hogy nősz fiam, azért fáj, hát ez biztos, hogy arra is nagyon jó. És akkor van ez az acsalapi, azt is sebre szokták tenni, és így mondjuk, hogyha vagy lába fáj, vagy mi úgy béborítsuk a lábunkat éjjelre véle. Az az acsalapi, az a nagy lapi. Az is nagyon jó a izének, gyógynövény. Ez a szűrőgyöngy, azt én tanultam, hogy egyszer szív probléma áll, csak akkor, mikor szányjára állít a fiam, s haza jöttünk, akkor hogy hívják? Azt mondta az a doktor, hogy maga így áll az orvosságon. És amikor szányjára visszamentünk, azt mondta a keresztesné, maga mit hívott, maga ki van gyöngyült. Farkas alma lapi, no az a sebre, lósebres, ilyen sebres, olyan sebre, az nagyon jó, azt tudom, mert nekünk volt lovunk elég, és mindent szedtünk össze annak idején. És akkor van az a, na, fodor minta, azt is tejának szoktam, mert háromféle fodor menta van. Van az a kereklevelű, van az a hosszúkó bordós, de én a kereklevelűt szoktam. A hársfát, azt is toroknak, gyulladáskor, mert volt egy német orvos etéden rég, és nekem azt mindig azt rendőrte, hogy nagyon jó a szívnek, és most azt mondják, hogy az egyáltalán nem jó. Aztán, hogy igaz, én azt nem tudom. Hát aztán ebben 5-6 féle van rá, hogy jár nekem. Jó, hát ezek és azt így teszem akkor a tejába. Főzőben, és ennyi az egész. Én az pedig a vasének elő is jönni, ez a pántő. Csak kétféle van az is. Igen. A másik nem jön, azt mondta Bordos doktor. Akkor Nügyi. A vízi tormát a gyermekeknek a tortit. Most nem csinál, vízik már a doktor. Jaj, most már futnak oda az ikről. Vízi torma az olyan, ilyen törpe, vizes hály, és fehéret virág is a virágját megsúrol, szárasztott is, mézzel össze, és tudom olyan köhögős volt az annyi bébélyes, minden ilyen köhölős, akkor ezt a lúdzsíros kenyeret megpirítottuk, és ebben a, hogy hittált, a büdös kölvirágból. Az egy patikai szérlőt állatoknak is használtuk, és avval vékonyan meghintettük, én mondom, hogy a legtöbbet értem. Most helyában mondom az unikáknak, annak. Fagyöngyöt tetszik ismerni? Hallottam róla. De csak hallott róla, de én használom. Olyan szívbeteg voltam, hogy be akartam menni, mert a Séresúra lementem a Jánosi kert, és csak előtt jöjjek, mert nem tudtam tovább menni. És akkor kezdtem ezt a böngészni, és kezdtem olvasni, és decemberbe kezdődni, és áprilisba. Mert olyankor nincsen rajta az a sok fehér bogyó, az mérgező. De az is külön gyógyszer, én azt is csináltam, azt a fehér bogyót disznózsírral összekevertem, nehéz fődolgozni fagyásra, mikor valakinek megfagy a lába. Az arra jó, a bogyó. És ez a teja, ez jó a fagyöny cukorbetegöknek, vérnyomásnak, és a szívnek. Van 10 éve, hála jó Istennek, szívgyógyszert nem szedök. Ezt
minden januárban egy 6-7-es kúrát csinálok. Első 3 hétben 3 csészével iszom, a másodikban 2 csészével, és a harmadikban 1 csészével. Egy 6-7-es kúrát. És egész évben szépirulát nem szedek. A fehér fagyöngy az, ami ilyen fán élősködő növény tulajdonképpen, ilyen vad gyümölcsfákon terem. Ez is vérnyomás csökkentő hatása van, és ezt úgy lehet, hogy este báztatják egy liter vízbe egy olyan kis ágacskát, és reggel, másnap reggel fogyasztják úgy kortyonként. Ez is nagyon jó hatással van a vérnyomás csökkentésre. Láncsás útifű nagyon jó. Méregteleníti, azonnal hat a ilyen rovarcsípésekre. Hogy használja? Hát azt olyankor hamar kell letépni, és jó összesívítén is kenni be. Sőt, még kigyomorásnak is első segélynyújtásra. Jó. De nem szabad összetéveszteni azt, hogy a láncsás útifű az a hosszúkó, a másik a normális útifű. De azt mondják, hatásosabb a láncsás útifű. Egy alkalommal kapáltunk, van egy baróti sógorom is. Téptem, saktam a zsebembe, mert erősen csíptek a legyek, nem mindig járnak egyformás, akkor azok a szakadékok, az ilyen, na, akkor sifítéltük is. Egy darabig a vítyállódott, csúfolondároskodott, és hát egyszer elment, ha is tépött egy marékkal. Aztán utána meggyőződött, hogy nem is éppen úgy van, hogy... S van, itt is van az udvaromon, láncsás útilapi. Na kérem szépen, amikor érzi az ember azt, hogy én olyan, hát... Én savonkás ételt, vagy valami savanyagot kell egyek vossián. Na kérem, az a láncsás útilapi a legkiválóbb bor. Úgyhogy sokszor még azt is megcsinálom, lárulom, hogy helyezem ezeket a tejákat, van itt nekem ott lenne az udvarom, hogy amikor hozom a frisset, ezeket a gyógynő, abból is egyet vagy kettőt leszakítok és belétezem. És már nem kívánom annyira a savanyót, hogy akkor már van, úgy látszik, poltóval szervezett be, úgy a só, a vasián. A mentateja, tudom tisztán a fejfájásra kicsi mentateját főzi, és a fejfájásoknál is minden háznál, hát az is gyógynövény, mert például a vadgyümölcsök, azok mind gyógynövények. Elkezd a petrezselyem gyógynövény, a mit tudom nekem, a zsája, itoni zsája is gyógynövény, meg a paprika is gyógynövény, tehát a vadalmába készített vadalma ecet, az minden háznál szigorúan mindenkinek volt. És ha hirtelen fájt a feje, a kezére tette, kicsit rátette, leedült, 5 perc van, semmi nem volt. Ha például kimerült a lába, kifáradtak a mezőn, a lámosó vízbe töltöttek egy pici vadalmecetet, beletették. Na de egy zúzódás, egy ütésnél, egy elesésnél, azzal ápolták, és hihetetlen jó volt. A gyerekeknek a nagyon fáj, főleg 2 módot szoktak alkalmazni. Van ez is egy gyógynövényhez tartozik, egy fülfűrózsa, vagy kőrózsa, szikrarózsa, mindenkinek a vécé tetén, egy cserépen, egy valahol van, és azt, mikor kiveszik, az egy ilyen, az aloe verához hasonló anyag van benne, ami nagyon jó gyógyszer, tehát egy csípésre is nagyon jó fertőtlenít, azt cseppentettek a fülbe, vagy olajat, főzolajat melegítettek meg langyosan, és azt cseppentettek a fülbe, és az szépen elmulasztotta. S 2 leszakítok, és akkor azt jól összemorzsolom az ujjommal a kalámba. És addig nyomom, hogy lesz olyan 3-4 csöpp, s ha nagyobb vagy nedvesebb, akkor még 4-5 csöpp is kijönne belőle. És azt kell a fülbe tölteni, és rögtön elszűnik a fájdalom. Hát az igen, én azt mondtam, hogy vettem erre, az, akinek leesik a vérnyomása, például én miért szegény vagyok, és leesik a vérnyomása, szédűs, hanyingere van, szotty, azt a fekete ribizli levelet, azt szedni kell, azt inni kell.
két nap alatt a vénasszony félvettem az ágyból. Már az felemelte a vérnyomását, de viszont papa nem ijassa meg a fekete ribizli szirupot, se a tejáját, mert neki nagy a vérnyomásos, hogy csak egy kortyot veszem, már egy fél óra múlva fáj a feje. Fehér üröm. Ismerik-e a fehér ürmet? No, az a legnagyobb gyógyszer. Csak az egy komoly mérők. Az a bélnek való. Ha minek mondják azt a betegséget? Fekély. Fekély ellen. És én ki is próbáltattam, mert egy ember itt a szomszédból, Brassóból hazajött volt. És 84 kiló volt a kórháznál, a brassói kórháznál, ilyen a karbatartó volt, na. És beteg lett, és azt mondták, meg kell műtsék. És azt mondta az ember, a 80 kilóról, 85 kilóról lejött volt 36-ra. Úgy el volt fogyva. Egy akkora szörű volt, mint önöm akkora. És olyan kicsi helyt voltam, azt mondja, mint egy buba. És azt mondja, engedje meg, menjek haza a falumba, azt mondja, és köszönjek el a rokonoktól. Na jó, azt mondja, elment haza, az úton ment, azt kérdi, egy öreg orvos volt ott. Azt mondja, gyermekkorában ment volt oda, és egy öreg orvos volt. És azt mondja neki, hogy te Jóska, mi lett veled? És azt mondja, hát meg kell műtsenek, és azt mondja, hogy mivel, és azt mondja, fekélye, szó, azt mondja, nem betegség. Az orvos neki. Hát ahogy ne volna, doktor úr, azt mondja, kell menjek vissza, hogy műtsenek meg. Nem műtnek semmit, azt mondja. Eredj, azt mondja, szedjé fehér ürmöt, és minden reggel egy negyedes csuporról megiszol. 10 napig. Belétöszöl, azt mondja, 10 csöpp jódot. És azt összekavarod, azt mondja, mert ez mérő, el lerágja, azt mondja, onnat, ami nem odavaló, az üröm. És utána azt mondja, hogy benn ketten kétfelé vállalnak, azt mondja, egyik menjen erre, és a másik arra. És azt mondja, hogy amikor 10 napja lesz, akkor menj vissza az orvoshoz, hogy reggenyezzenek meg, és visszamentsz. Megreggenyezték, és azt kérdi az orvos tőle, hogy Jóska maga mitől gyógyult? Most azt mondja, ami ma gyógyszert adtak, abból már rég a temetőbe volna, azt mondja. Aztán itt ide hátra a falu végén, balról, a második háznál, ott is a fiatalember még legény volt, de nem még, már meg volt nősű. Nem tudott enni semmit, olyan beteg volt, hogy azt mondta, meg kell halljam. Nincs mit csinálni. És mondom, de hogy nincs. Ismered-e a fehér ürmet? És igen, azt mondja, ott alattok volt, szedetsz. Na mondom, ezt hogy csináld meg. És így, ahogy elmondtam, úgy elmondtam nekik, megcsinálták. És 10. nap befejezték. És azóta még nem volt beteg. Vese kövem lett, de olyan görcsön volt, hogy haltam meg, de nem is egyszer, és mind adták azt az injekciókat. És mikor elmentem ehhez az Irma nénihez, azt mondja, nekem kétféle vese kő van. Van mozog, ami mozog, és van, ami nem mozog. De a mozoghatót petrezselyem gyökére le lehet hajtani. Hát persze Júli azonnal megpróbáltam, mert engem Juliskának hívnak. 21 napig vizet nem ittam. Minden nap főztem 2 literes fazékba petrezselyem gyökeret, megszárítva, 3 szál, lattöttem a 2 liter vízbe, és én azt ittam, 21 napig vizet nem ittam. Olyan ügyesen éreztem, hogy megmozdult és jött, pont a 21. napra kifutott. S hála legyen a Jóistennek, még elé állhat, de már van 10 éve azért, hogy nem jelenk. A vadcsombort, kakukkfű, gyomorvérzéstől vagy gyomortisztulástól. Ha valakinek a gyomra nagyon fáj és begyullad,
és kap egy gyenge vérzés, jó Istenem, megy a hasam, de mit tudom, véres ment a hasam, az a kakukkfű, az szedi helyre. Nagyon jó a tüdőbetegeknek a tüdőfű. A neve is mutassa, ilyen nagyon hasonlít az ökörfarkóróhoz, hosszú, magas növény, apró pici sárga virágai vannak, szárítva tejának szoktuk használni, de kuraszerűen is lehet például citrommal. Azt úgy szoktuk, van egy nagyon régi receptünk, amit szoktak csinálni, szeszbe áztatva. A teának azt nem muszáj áztatni, csak felfőr, forrt vízbe belerakni, de ez úgy van, hogy megvan pontosan, hogy hány citrom, akkor megvan, hogy a tüdőfűvet tesszük bele, szeszbe, vagy ilyen házi főtt pálinkában megáztassuk, és akkor pálinkás pohárral minden nap reggel, mielőtt még enne, vagy egyáltalán kimenne friss levegőre ilyen szilikózisos betegeknek, akik bányába dolgoztak, vagy ilyen poros munkahelyen, azoknak nagyon jó tüdőtisztító. Vagy például olyanoknak, akik ilyen tüdő valamilyen okból műtétjük volt, azoknak is nagyon jó. A dohányosoknak, akik abba hagyták a dohányzást, és minél hamarabb szeretnének, hogy kitisztuljon a tüdejük, azoknak is nagyon jó ez a ilyen szeszbe áztatott, úgy nem tinktúra, mert nem kivonad, de egy nagyon jó szer, amit merek ajánlani a tüdősöknek. Vagy még szoktuk használni, mivel hogy egy kicsit olyan különleges íze van, így az általános teakeverékben is úgy meg lehet érezni. Akkor tegyünk egy kicsi ilyent is, meg olyant is, csak úgy, semmi betegség nélkül, csak úgy is lehet használni. Csak azért, hogy gyógyteát ígyunk. Gyermekláncfüvet hogy szedték, és mire szedték? Hát abból szednek 250 darabot, a virágját, úgy leszedni a virágját. Azt ott egy liter vízbe meg kell főzni, leszűrni tejaszűrőn, azt a liter sárga, zöldes teját. Akkor abba a liter tejába 1 kiló cukrot beletesznek, folyton kavarással. Mikor így felemeli a kanalat, és nem folyik, hanem szakad, akkor letetszik venni egy valahova, hűljön annyira, hogy azt a szirupot lehessen csavaros üvegbe tölteni. Az cukorbetegségre, torokfájástól, légcsőtől elsosztályos. De viszont van tavasszal a fenyőfa újítás. Azt tetszett hallani? Na, én elmerem mondani, mert rövid cikk. Az én aranykicsi egyes unokám most csinálja a sofőriskolát, de mikor kicsike volt, olyan légcső, az más volt, hogy azt mondtam, hogy az a leánka abba hol bele. Elvitték az orvoshoz, nem találtak gyógyszert, vigyék el Parajdra a sóbányába. Nem bírta, ki kellett hozzák azonnal. Na, álljátok ide, mondom, add ide a leánkát, én rendbe szedem. Szedtem 260 darab fenyő újítás, csak akkorák, az a végén az a kis világos újítás, azt ugyan megfőztem egy liter vízbe, csak egy liter vízbe, abba 1 kiló cukrot, és abba, mikor kikavartam, megfőtt rendesen, hogy olyan kemény kellett, abból egy finom zöld, olyan kellemes dolog lett belőle, és akkor tettem egy kis citrom, csorgattam egy citrom cikkből, picike 3-4 cseppet belekavartam, és ekkora csavaros üvegekbe. Mikor 3 turát lefőztem, a lejánka megette, minden reggel 1 óra két kis kanállal, úgy kiment, hogy most kész, 19 éves lány. Fiatfalván volt egy fiú, és a vizelete ment, úgyhogy nem tudták elállítani. Szabályosan ment, meghalt 3 hónapra. És nekem is volt egy agytévétés fiam, csontgyenge volt, mikor született, a csőt építettük, és egyszer annak is úgy megindult volt, hogy nem tudtam elállítani. Állandóan csupa víz volt a kagyáj. Hát én bizony jettit vettem, mivel hallottam azt a másik esetet is. És a valóság az, ha megszólnak, ha nem szólnak, az ember érdeklődik. És elmentem Görgénbe hoz az asszonhoz. Hellám, mit mond nekem, hogy mit csináljak?
az adta nekem ezt a kotánka óréból két szálat. Azt mondta, főzzem meg, és három este ütessem belé, de nagy volt az a fiam. 2,8 méter magos volt. És a mosdótálban megcsináltam, de székre rejtettem, fogtam a hónyolját, de azért csak a széklával pillanat alatt a tálnak már a mázát fölnyomtam, mert nagy test volt. De mellékes az, hogy a tálmáza elment, fő az, hogy a fiam helyre jött. Ettől a kotánka volt. Hogy szedték? Csak a virágját, vagy az állat? Az négyszögű kóréja van, de az el van virágozva. A múlt hónap közepén kellett volna júliusba szedni. A virágja olyan, mint a búzavirág, olyan világos kék, csak gyéren van virága, mondjuk egy szálon van 4-5 virág, több nincs. De olyan eleven kék, mint a búzavirág. Akkor abban az időben édesapám sárgaságos volt, egy évet diétázott, és utána is a májával problémák voltak, nem tudott alkoholt fogyasztani. Akkor itt Tarcsafalván volt egy Jakab Dénes nevezetű állategészségügyi mester, és az adott valami gyógynövényeket, és attól helyre jött úgy, hogy többet a mája kitisztult, többet nem volt probléma a májával, és akkor ő beavatott, több ilyen gyógynövényt megmutatott, elmagyarázta, hogy még mire jó, és ebből tudom, mai napig is gyűjtögetek, amikor úgy van gyógynövényeket, sőt, még a gyerekeket állítom neki, és mutogatom, hogy ez ilyen, és ez olyan, és ez erre jó, és az arra jó. Az édesapjának milyen nagy gyógynövénykeveréket adott volna? Hát a cickafarkat, az apró bojtorjánt, az eperlevelit, vagyis az az apró bojtorján, és az Orbánc füvet. Ezek immunerősítők, vértisztítóak, a belső kiső panaszokra mind jó, idegnyugtató hatásai van, az az Orbánc fő idegnyugtató, hisztériára is jó. A galagonya, ami köztudott, hogy szív- és érrendszeri problémákra van, nekem édesapám, Isten nyugtassa, ő érsarvadás volt nála, és onnét kezdődött a nagyobb használata, és nagyon-nagyon sokat segített neki. Nem voltak olyan fájdalmai, amikor a galagonyát azt ott elég kucifántos gyűjteni, mert kezdjük a virággal, a virágot rügyestől, és ez ugye van tavasszal, s a másik fele pedig van ősszel, de nyáron is érdemes gyűjteni belőle, amíg zöldek a bogyók. Virág, zöld bogyó, a piros bogyó, mindhárom rügyekkel, és azt összevegyíteni és úgy főzni. De ezt is csak olyan rövid főzés, hogy nem főzzük, hanem inkább csak úgy a lobogóvízbe bedobjuk, lefedjük, azt hagyjuk egy kicsit tovább. Édesíteni az érdemes mézze, ugye, akinek még cukor probléma is van, de lehet cukorral is, de lehet egymagába is, csak úgy, semmi rossz íze nincsen, olyan semleges tulajdonképpen a galagonyának az íze. Ez a fehér paszulynak a héja. Ezt édesanyám szegény, ő cukorbeteg volt, és akkor ezt neki ajánlták, mert ez a cukrot nagyon jól, tehát jó hatással volt neki ez. A zsája az megint tapasztalatból tudom, hogy nagyon jó. Akkor van a zsúrló. Na ez a hólyagok, vesének, felfázásnak, ülőfüggőnek szoktuk használni. Ez megint nagyon jó annak.
A menta teja, hát ez a gyomorgyulladásnak ez a ez egyből elhagyhatatlan. Na itt van az án is, ez mondom megint a nyugtató kicsi babáknak ezt, és akkor a körömvirág, hát ez is gyulladás csökkentő. Igen. Lósósdi. Na hát azért gondolkodom, hogy így, hogy mondjam, lósósdi, ez hasmenés ellen. Hasmenés ellen. Még az állatoknak is volt, úgyhogy tudom, hogy na csordából úgy jöttek haza, hogy valami olyan tettek, probléma volt, és akkor megfőztük nagy vödörbe ele, és megitta a tehén, és akkor helyre jött tőle. Tehát annyira keményen ilyen hasmenés ellen. Ez pedig a kékiringó, ez köhögés ellen. Köhögés ellen. Ez még a szamárköhögést is visszafordítsa, hogyha hát mondjuk nem tudom, milyen előre haladott állapotban van, ugye, akkor az még azt is visszafordítsa. Ő a kukúza, hát ez megint immunrendszer erősítő, gyomornak, hűlés esetén ízaszt, az nagyon jó dolog, éppen úgy, mint a szurokfű, az is hűléskor jól kiízassza az embert, ugye olyankor az félgyógyulás, mikor jól megízad az ember. Cickafarkot lehet, cickafarkat is a gyomor problémákra, orbáncfüvet, akkor csak a kakukkfüvet megint, a szúfüvet máskülönben a húsokra nagyon finom, az oregánum tulajdonképpen, közönséges szófű. Az mit úgy dicsérnek, hogy a pizzákra milyen jó. Ez a szófű. Persze, igen. Máma is abban. Hát ott, amikor legutoljára meg van készítve a hús, akkor még egy olyan 2-3 percet, és akkor szórom csak rá. Túl sokat nem kell, ízlés szerint, ahogy. De nagyon finom. És csak ugye nem emésztést elősegítő tulajdonságom. Na, még van valami, vannak még ez, mit mondtam, a cickafarka, kakukkfű, az orbáncfűet máskülönben azon kívül is sok mindenre jó, mert én emlékszem, hogy amikor így a juhoknak főtört a lába, és mi is csináltuk, mert nekünk is volt a juhgazdaság, így gennyesedett, ugye úgy mondták, romlása vannak. Azzal kellett kimosni, áztattuk benne, úgy belenyomtuk a lábát egy edénybe, és akkor utána zsírral békentük, és béköttük ezzel ezzel a lével, tehát rongyot belémártottuk, és akkor béköttük még, ugye mióta nájlon világ van, nájlon köttünk rá, amíg bírta, hagyta, hogy rajta legyen. És attól gyógyult, meggyógyult. Arra használtak, amikor megfült a fejünk, akkor a gyáliánkáknak ez volt egy nagy kő, egy ekkora kő, bétettem a kájában, megveresedett, és akkor a tűrből vettem el egy murvát. Tehát így tudni, mi az a murva? Szénáról a világul, az a virág, minden. És belétettem abba az égbe, és vizet tettem belé, és akkor belétettem a vereskővel. És akkor a párát csinált, letakartam a fáj közt. Kétszer megcsináltam, már nem volt semmivel. Az ilyen szmi volt. Úgy mondtuk nekik, hogy is mondtuk, taknyolnak utat. Mikor el volt törve a kezem, akkor egy néni azt mondta, hogy szedjek diófa levelet, tegyek bele egy maraik sót, és könyököljek belé. Úgyhogy az ilyen repedések, törések, erre is nagyon. Ma ugye, hogy ezeket én már mind megcsináltam. Akkor fogfájás, mikor úgy azelőtt annyi felkötött fejű ember fájkendével úgy kötték fel, mint most a halottaknak, hogy felkötik. Mindenkinek gyúlott meg, áradt meg a foga, ugye sok húzattól, mindenfélitől. Na, akkor van a torma virág, annak a teája az nagyon jó. Az nagyon hamar segített, hogy megérjen az a kelés, vagy megáradt, úgy mondták, ami ki nem fakadt, addig nem hagyott békét.
Na, azt emlékszem, hogy azt is használták. Azt mi szoktunk szedni, azt is. Akkor van a... Abból teját főztek? Vagy igen, teját. Öblögették, borogatták, nem itták még azt. Akkor, mikor ilyen torokfájás volt, akkor a zsáját, zsájateját csináltunk, azt főztek így. A fogfájásnak is nagyon jó volt, egy öreg tanító bácsink, egy Párfi Ákos nyúgyik, na, az mindig azt mondta, fáj a torkotok, akkor zsájateját, halá menjen, se baj, mert az egészséges. Ez nyugtató, mert nekem muszáj éjjelre nyugtatod, hogy teját füljön, hogy tudjak aludni, és ez nyugtató. De valamilyen, hogy mondják? Hát fodorminta. Fodorminta, de az a vad. Nem az a vad fodorminta, hát igen, igen. Hanem ott a mezőn, ami van. Nem olyan erős, még ez egyszer jobb. Én is volt, mikor ebből főztem. Orbánc, igen. Mindegy, de ismerem, és ezt használom. Én most ez a legjobb, ez jó idegnyugtatónak. Ez jó. A gyomornak is, hogyha fáj, amennyemnek fájt a mája, annak is jó. Ez nagyon jó. Aztán az uram elment, volt az erdő mellé kaszálni, és mondta, hogy olyan szép csihányos van, ugye? És ő elmény, és hoz egy szekérderékkal, hogy legyen. A disznók is nagyon szeretik a nagyon egészséget. Aztán hozott, és nem mondom, milyen jó lesz, úgy fajt, örökké haltam, annyit emeltünk, nem úgy, mi most zsebre vágjuk a kezünket, ide tegyék az arucs, oda tegyék, hát ott mindent meg kellett fogni. Aztán elétettük a fürdőkádos, egy nagy, olyan kendőrből szőttes lepedőt reatettük, és jó, reengedtük a forró vizet, aztán mikor annyira hűlt, na mondom, én menjek le, én fekszem belé, hogy húzza meg a derekam. Igen, de én nincs elászá. Belé vagyottam, az a socsia, feljött a lepedőmmel, én ordítottam, kiáváltam, ő talán is ilyen egy órakra, mi az Isten csinált. Én mondom, hogy kiáváltam, nem megvoltam, úgy éresed, úgy szarágot a csinált. Ezeket annyit elkacogtuk azt, mondta, hozzon én nekem csinál, nekem. A tormát is azt mondta, az is erősen jó, mert erősíti a tüdőt. Hát tormát azt ugye használtak akkor is, étkezésre is, köhögés ellen is, az is jó, nagyon mézzel tormát reszelni, de másképp is a hús mellé tejfölös tormát, azt anélkül, hogy gyógynövényként élelem szerint is föl volt használós. A dióha volt, ugye a dió az is hasznos, az is az agyserkentő is, az is volt, azt is használtuk, de nem csak betegön, egészséges is megettük. Jó diós kalácsot, jó diós laskát, akkor laska volt, el volt még makaron is ilyesmi, palacsintába is minden, szilva íz, lekvár, ezek, aszalt szilva, az is gyógyhatásos is, mert a gyomor működést az is rendbe tartsa, úgyhogy ezek a házi gyümölcsök voltak, akkor nem annyi minden, mi most, hogy azt se tudjuk, melyikben mi van. Édesanyám pedig minden tavasszal, főleg tavasszal, 10-12 napig éhomra mindig megivott egy olyan másfél-két deci csihán teját. És azt mondta, hogy az neki egy olyan felüdülést ad. Hát mondjuk ezt megpróbáltam én is, de kiderült, hogy én allergiás vagyok a csihánra, úgyhogy ez nekem nem jött be, hanem... Én a cickafalkat súrlófűvel, zsúrlóval, mezei zsúrlóval, azt használom elég sokat. Nagyon könnyen megfázik a lábam. Elég fázós vagyok, és nagyon sokszor begyullad a vízhólyagom. És akkor csinálom én ezt a zsúrlót, vegyítve a cickafarokkal, inni is, és fürdőnek, de én általában lábvíznek szoktam, ilyen meleg lábvíznek. Amikor inni csinálom, akkor a cickafaroknak a virágját teszem bele.
a zsúrló mellé. Amikor lábvíznek, akkor a szárát és még egy marék sót is dobok melléje. És ez akkor a kettő együtt elég gyorsan rendbe szokott hozni engem. Úgyhogy ez tudom ajánlani minden főleg női betegeknek. Azt mondták, hogy be kell próbálni azt, hogy a vederbe tesznek ilyen szénamúrva, tudják maguk, mi a múrva, mi a színáról lehúsoztani, szetakarítják, nem a porosztát, a mázikot. Azt akkor leforrázták, és letakarták egy kendővel, és arra a gőzre rá kellett ülni, és az felmelegített aztán. Akkor még mit? Amikor hűlt a nyír, akkor követ melegítettek a kajhába, és azt belétették, hogy még melegítsás. Akkor úgy betakargatták az ágyba az asszonyokot. Én láttam ilyesmit, nekem már Istennek ezt nem csináltam. Nekem sem, de az ilyen nyelv dolgom, bajom, nem tudom. Mondom, nekem az ilyen nyelv nem volt ő. A férfiaknak pedig a vizelet problémákra nagyon sokat használta, főleg nagymamám, mert három fia volt, a megyszárat tök maggal főzte össze, és azt itatta a férfiakkal. Ha vizelet problémájuk volt, akkor de mindig, amikor tettük el a megykompótot, vagy a megylekvárt, akkor neki le kellett szedni külön a szárakot, azt ott ő úgy megszárította, ha levél volt rajta, még az se volt baj, és akkor tök magot. Ezt a rendes disznótököt, máskor spárgatököt, mikor melyik volt, abból dobott úgy egy csipetnyit belé, hát egy olyan 7-8 darabot, 10 darabot, ez nem volt számolva, hogy hány darabot. Ilyen, azt mondta, hogy ez a férfiaknak való, de örökké mondta, hogy ezt tedd el, mert neked is fiad van, és kell. Gyerekeknek, hogyha gilisztál, hát akkor volt olyan, hallottam, hát tök magot reggel 4 óra 25 szemet megpercelni, és azt ott égyomorra, azt ott meg kellett enni, hát azt egy olyan 10 napig, 15 napig kell használni, 25 szem tökmag, de az sem mindegy, mert van a disznótökmag, és van a sütőtökmag. A sütőtökmag sokkal hatásosabb, mint a disznótökmag az, amit a disznóknak adnak. És rajta kell legyen maga az a vékony héja, az a zöld héja, ahogy megpercelődik bentről, az a zöld héja, az rajta kell maradjon a magon. Rugom farmán, az én gyermekkoromban, az óra alatt volt egy ekkora hordocska, és édesapám almatörő vájúba, ez egy ilyen keskeny vájú volt, és abban volt az almatörő, ami olyan, mint a húspotyoló, csak nagyobb fából. És az egyik felén van egy lyuk, amin kifolyik a lé. Itt megtörte az almát, természetesen a hullás almát, mert az se szabadott elveszte, és ebből a hullás almából kifolyt a lé. És ez volt az alma lé, ami nagyon finom volt. Megtöltötték a kicsi hordót, és beletették az azelőtt való esztendőről, a hordóból az ágyat, az ecet ágyat. Az egy ekkora valami volt, ami olyan kocsonyás, na és az megerjesztette. És körülbelül karácsonyra mindig volt nekünk alma ecetünk, addig a másik tartott. És mi is van se használtunk más, csak alma ecet. Ételbe is, borogatásra is, mert volt úgy, hogy valakinek fájt a feje. És akkor almaecetes rongyal bekötötték, és nagyon gyorsan meggyógyult, vagy a karja fájt, vagy
térde fájt, vagy... Szóval ez az első rendű gyógykezelés volt. Aztán, ha ez nem segített, akkor segített egyéb, vagy keresztúról hozták a doktort. Hát a szemre ugye van a kamilla, és a vadonyba termi ez a muskotánzsája, ez a szemkimerültség. Ugye a szem kimerült, kifárad, nehéz munkát végez, akkor egy kicsi párlatot főznek, és akkor belemártják, és ráborítják kamilla tejával, és hasonló a hatanyagja kamilláéhoz. Tehát ez a kettő jobb a szemre, de a körömvirág is, mert a körömvirág az egy híres, az egy annyira komplex, hogy szinte mindenre jó. A somkórót nem tudom, ismerik-e. Úgy hívják somkóró. Sárgát virágzik, máskülönben illatos, egy kicsit lehet tenni a régi dolgok közé, mert vagy moly ellen is jó, olyan, mint a levendula, ahhoz hasonló hatása van. De májnak nagyon jó az epének. Úgy hiszem a gyomornak is, azt már nem tudom, de tudom, hogy epe kiválasztást elősegíti. Akkor van a korpafű, azt nem tudom, azt ott mennyire ismerik, az ilyen erdő között lehet találni, ilyen mohás, éjszakos erdőkbe, az is ilyen kuszó növény, annak tejáját is lehet inni, de viszont maga a növénynek ilyen valamilyen kisugárzása van, amit bele kell rakni egy ruhazacskóba, és a fájdalmas területre rá kell borítani, úgy a ruhazacskóval együtt. És az nagyon jó. A többi erdély gyümölcsökben nekem azt kedvelem, hogy csinálok egy ilyen erdély gyümölcs teja, aszalvány teja keveréket. Ez abból áll vadalma, de kimondtam vadalma, az a gyönyörű sárga vadalmák, vadvackor, hecserli, galagonya, som, kökény. A hat-hét fajta. És akkor ezeket szárítom. Ezeket olyan módon szárítom, mert mindegyik gyümölcsnek más a szárítási módja. Másképpen szárad, nem vehetek mindent egy kalap alá. Tehát kemencébe szárítom, és ilyen karton dobozokat állítok be, és sütőpapírra bérelem ki. Tehát a fém tepszikben nem lehet szárítani, fém felforrósodik, maga a fém sejő, és más hőt ad, égeti vagy nem. Sütőpapírra rakom, gyönyörűen kiterítem, nem megy el a nedve, semmi, és nagyon szépen szárad. Például a kökényt háromszor is be kell tenni, mire arra szárad, hogy őt már taneszlisztetem, vagy dobozolhatom. És amikor elkészülnek az erdélygyümölcs aszalványok, akkor összekavarom. Tehát egy nagy edénybe. Összekavarom, sütőtekenyőbe beöntöm, összekavarom, és akkor csomagolom. Na, de ezeket a teákot, ez forrázva. Tehát lobog a víz, rájön csak a gyümölcsre, estétől reggelig áll, és kivonja a vitaminokat. Tehát, és akkor ez az első finom, de nem a legfinomabb. Igen ám, de ez azért gazdaságos, a szalvány későn adja vissza önmagát. Tehát a második szor, mikor a második napra forralom a vizet, ugye, leittam, akkor ráöntöm, a másodikra adja ki igazán. De még a harmadszor is öntök, mert a harmadik az egy kicsit gyengébb, de még mindig igazán finom, és egyes gyümölcsöket akkor meg is eszünk belőle, mert nagyon fontos a gyomornak a rost anyag, ami ott marad, azt nem szabad eldobni. És tisztítja a bereket, meg minden az a rost anyag. A népgyógyászati kutatások, hogy mit, milyen növényt, mire használnak fel a mai népgyógyászatban, az nagyon széles körű. Az kimeríthetetlen forrás magának a gyógyszeriparnak is. Mert mindig vannak olyan tájak, olyan tájegységek, ahol egy olyan gyógynövényt ismernek, használnak eredményesen, amit más vidéken nem. És ezeknek a kutatásoknak az összhangja, összevetése nagyon hasznos lenne. Ma is nagy hangsúlyt fektetnek a népgyógyászat ismeretére. Számos szakkönyv jelenik meg ezen a téren. Ha nem használ, nem is áll. Na, legyük úgy, és egyezzünk meg. Jó. Na, úgyhogy egyszerű. Ha nem használ, nem is. Imádkozni sem tudok már a tengerben. Este mikor a hold ragyog, jön be fűzni,
Hogy illagos ágyad legyen, hogy a párnád.